Vasvári Zoltánné vagyok, Ilona, Kisvakon matematika tanodájának a megalapítója, ügyvezetője. Bemutatkozással és ismerkedéssel kezdődött a női vállalkozói tagozat megalakulása a Kereskedelmi és Iparkamarában. Az alakuló rendezvényen résztvevő tagok mellett a későbbiekben az egész megyéből várják majd a női vállalkozókat, akiknek kötetlen és informatív összejöveteleket szervez majd a kamara. Nagyon sok női vállalkozó van a megyében, szerettünk volna egy lehetőséget adni arra, hogy ezek a női vállalkozók megismerjék egymást, tapasztalatot cseréljenek, kapcsolatot építsenek egymással, kicseréljék a jó gyakorlataikat, és én bízom benne, hogy ez nem csak arról fog szólni, hogy üzleti kapcsolatot építsenek, hanem kialakulnak olyan rendszerek is, amivel segíteni tudják majd egymás tevékenységét. A kamara célja, hogy a találkozási lehetőség mellett ingyenes kulturális, egészségügyi és szakmai programokat is biztosítson a tagok számára. Azért jöttem ide ebbe a klubba, mert én úgy gondolom, hogy a hétköznapi életben egy nőnek sokkal többet kell teljesíteni, mint egy férfinek azonos eredmények eléréséhez, és én bízom benne, hogy ez a klub segít minket abban, hogy együtt összefogva támogassuk egymást, hiszen egy nőnek nem csak a gazdasági életben kell helytállni, vállalkozást vezetni, hanem ugye anya, családanya, feleség, és ezek ugye mind megmutatják azokat a lehetőségeket, hogy mi mire vagyunk képesek, és én úgy gondolom, hogy nagyon igaz az a mondás, amikor azt mondjuk, hogy a sikeres férfi mögött egy nő áll, de a nő maga mögött is nő áll, és én úgy gondolom, hogy egymást tudjuk ebben a klubban támogatni a vállalkozó hölgyekkel, és még sikeresebbek tudunk lenni. A szervezők szerint a klubban új kapcsolatokat, új ismerősöket szerezhetnek a tagok, akik megoszthatják egymással a szakmai tapasztalataik mellett a hétköznapi problémákat is.